A Tatai piac téren alkottak szívecskés alakzatot a Boldogságklub helyi tagjai a Szeretett Lánc országos megmozdulása keretében, hogy felhívják a figyelmet arra, a boldogság igenis tanulható. Ez a klub tavaly alakult, a Szonya Lubomirski módszere alapján Bagdi Bella indított el országosan a Jobb Véled a Világklub alapítvány égisze alatt ezt a boldogságprogramot, mert hogy a statisztikák szerint a Magyarország az egyikben utolsó volt a boldogságindexben, a másikben 96. helyen volt. Tehát ő találkozott ezzel a tanulmánnyal, és azt mondta, hogy a boldogság igenis tanulható. Minden hónapban van egy téma, amit egy boldogságfokozó technika, amit gyakorolunk, és hogy hogyan. Tehát nem magunktól kell kitalálni, hogy mit csináljunk, hanem ez egy online felület, a www.boldogságprogram.hu-n lehet csatlakozni, be kell csak regisztrálni, és nagyon egyszerű a dolog. Ott minden egyes napra adnak egy leckét, kvázi leckét, amit javasolnak, hogy csináljunk meg annak a hónapnak a témáját gyakorolva, illetőleg az idén egy nagyon nagyot fejlődött ez a program, mert tankönyvek is vannak, és füzetek. Tehát az óvodás korosztálytól a 18 éves korosztályig boldogságtankönyvek vannak, tehát 360 intézményben tanítják a boldogságot. A Tatai Klub az Aranyhold Jóga Centrumban működik, és minden hónap utolsó hétfőjén találkoznak a tagok. Több mint egy éve kapcsolódtam a programhoz. A klubvezetőnk egy nagyon régi ismerősöm, és pont egy ilyen hullámvölgyben voltam érzelmileg, amikor, tehát nem véletlenül írta ő ezt rám, hogy van-e kedvem jönni, nézzem meg, minden kötelezettség nélkül. Lementem, és abszolút pozitív emberek voltak, borzasztó sok szeretet energiát kaptam. Havonta egyszer van klubtalálkozó, közben megközöljük te a körrel, ahol közvetlen beszélgetések vannak. Van egy forgatókönyv, ami ugye az országos program, hiszen ez egy országos program, amit a dr. Bagdi Emőke fővédnöksége alatt megy, és a Bagdi Bella, aki egy ilyen szeretetfokozó, boldogságfejlesztő technikákat alkotott a dalaival, ezek az alapján, a forgatókönyvek alapján zajlanak ezek a klubtalálkozók mindenkinek. Aki úgy érzi, hogy szeretetre van szüksége, és lelkileg esetleg nincsen annyira toppon, fantasztikus érzést tud nyújtani.